szerb hadseregtől érkezett már behívó? Még nem, de volt olyan időszak, amikor vártam. Ezt ugye azért kérdezem, mert amikor készültünk erre a pártalapításra, és már egyre többen lettünk, akkor szerveztünk mindig ilyen kis beszélgetéseket, hogy megismerjük jobban egymást, hogy a közösség épüljön és erősödjön, és akkor volt egy olyan feladat, hogy mindenkinek kellett mondani valamit, ami nagyon meglepő, és nekünk el kell dönteni, hogy most igaz állítása vagy sem, és te talán azt mondtad, hogy egy, mi vagy te pontosan a szerb hadsereg állományában? Elittankos. Elittankos vagy, és igen. Ugye ezt nyilván nem hittük el, de te... Ez a szörnyű igazság, legalábbis a szerb hadseregre nézve elég szörnyű igazság. Aha, de nem ültél még tankba? Nem, még nem. Vetettek be, gondolom az utolsó pillanatra várnak. Aha, de meghívót akkor még nem kaptál egy. Azt még nem. Aha, reméljük, hogy így is marad. Hogy élted meg, amikor a 2RK-ba, ugye te a legeslegelejétől itt vagy végül is közöttünk, vagy hát nagyon-nagyon régen azt hiszem, és... Nagyon sokat beszélgettünk, sokat találkoztunk, készülöttünk. Mi volt az a pont nálad, amikor azt érezted, hogy ez valami komoly dolog, vagy ebből valami komoly dolog születhet? Van ilyen pillanat most, hogy így rákérdezek? Most gondolkodom, hogy van-e egy olyan pillanat, vagy maga a folyamat volt egy ilyen nagyon érdekes érzés, amikor az ember azt gondolja, hogy amire vágyott, vagy amit szeretett volna létrehozni, az ott van, és meg tudja úgymond fogni. Na és volt ilyen? Szerintem az egész folyamat volt ilyen, ugye, hogy az embereket megismerte meg magát, a szellemiséget, hogy az elején még úgy nem annyira hittem el, hogy biztos az fog történni, amit én esetleg már egy jó pár éve szeretnék, de úgy, ahogy haladt a történet, úgy elhittem, hogy ez a valóság. Uh-huh. Úgyhogy egyetlen egy pillanatot nem tudnék kiragadni. Uh-huh. Ugye a közösségben, aki megismert téged, vagy aki találkozott veled, az láthatta, hogy te egy ilyen nagyon finom rezgésű, nagyon-nagyon empatikus ember vagy, és ugye coachként is működsz, dolgozol, erről majd picit később beszélünk is. Én a zászlóbontó rendezvény után találkoztam az anyukáddal. Uh-huh. Jól érzem, hogy őtől örökölted ezt a fajta, mert nagyon-nagyon láttalak benne téged. Az biztos, hogy nagyon sokat hozzáadott a személyiségemhez, meg ahhoz, hogy mivel édesanyám egyedül nevelt, ahhoz, hogy meglássam azt, hogy például a nők hogy kezelik a problémájukat, vagy hogy hogyan tudnak túl lendülni, hogyan nem lendülnek túl, az biztos, legalábbis én azt gondolom, hogy egy férfinak is nagyon sokat tud adni, hogy önmagában megtalálja azokat a plusz energiákat, amit egy nőtől el lehet lesni, és ugyanúgy vice versa, fordítva is. Én azt gondolom, hogy anyukámnak is tudtam segíteni, hogy egy fiút nevelt, tehát ő meg meglátta hosszabb távú folyamatban, hogy egy férfi hogyan gondolkodik, vagy hogyan próbálja magát felépíteni, de az biztos, hogy az egész családomra az volt a jellemző, hogy soha nem bántunk senkit, sőt, akinek tudunk, annak segítünk, és soha nem, tehát ez már a déttatámtól ered, hogy nem nézzük sem a bőrszínt, sem a vallás, sem pedig a nemzetiséget. Uh-huh. Mert azt láttam ott anyukádon, nem akarok itt nagyon rajta maradni ezen a témán, csak hogy nagyon hasonló vibe-ja volt ő rajta, és ezt az érzékeny, finom lelkű, empatikus karaktert láttam. És ugye a szervezetben te is egy kicsit így mint hogyha ugye nem csak azért, mert coach vagy, hanem valahogy úgy is alakult, hogy egy ilyen segítővé is váltásokak számára, vagy tanácsadóvá, amennyire jól érzékelem, vagy értékelem, tehát itt a szervezeti dinamikában a helyedet, hogy ezt te tudatosan is, tehát a fölmérve a közösségben a helyedet tudatosan is törekedtél erre, vagy ez úgy megtalál téged? Inkább azt mondanám, hogy megtalál. Uh-huh. Tehát ahogy most említetted, most például eszembe jutott, hogy körülbelül hasonlót csináltam középiskolában, és eléggé hasonlóképp működtem már általános iskolában, tehát akkor igazából ez így belegondolva akár végig kísérhette az egész életem. Uh-huh. Úgyhogy nem tudatos, viszont az biztos, hogy legalábbis számomra ad egyfajta jó érzést, hogyha tudok úgy segíteni másnak, hogy tényleg elértem azt, hogy egy picit jobb lett neki. És abban nincs valamiféle ellenmondás, vagy valami feszültség, hogy ugye az ászlóbontó rendezvényen te voltál a moderátor, országos szóvivőként jelentél meg, ugye ez a feladatod a 2RK-ban, és egy szóvivő az egy ilyen nagyon száraz, nagyon behatárolt műfaj, és te meg ezzel az empatikus árnyalatokat észrevevő karaktereddel érzel ebben feszültséget? Tehát okoz neked az országos szóvivői feladat ilyen értelemben? Hát nem azt mondom, hogy álmatlan éjszakákat, de hogy nehézséget? Nem.
Az az igazság, hogy én mindig is azt gondoltam, legalábbis mindig is, talán 12 éves korom környékétől, hogy... Hogy mi történt 12 éves korodat, most meg kell kérdeznem. Talán a tini. Uh-huh. A tini érésem, amikor megtapasztalja az ember azt, hogy a tesztoszteron, a dű, az agresszivitását nehezebben tudja kezelni, akkor éreztem azt, hogy mennyivel tudatosabb és egészségesebb tud lenni egy ember, aki mind a két oldalával tisztában van, paratyiban van, és mind a kettőt tudatosan a megfelelő pillanatban tudja használni. Tehát úgymond, most ha így lebutítanám, akkor a saját feminim és a saját férfias oldalát. Tehát a kettő szerintem, ha harmóniában találkozik, akkor tudja az ember megválasztani azt a pillanatot, hogy mikor, melyiket használja, uh-huh. és akkor az nem egy ad-hoc jellegű választás lesz, hanem egy nagyon tudatos. És akkor hol van az a pont, amikor te szét tudod azt választani, hogy szóvivőként ne szerepet játsz, vagy ez egy szerepjáték, akkor ilyen értelemben a számodra, hogy ebben a szituációban szóvivő vagyok, ez a szerepem, utána én vagyok a coach, uh-huh. meg még van nagyon sok minden, mert hogy még sok mindennel foglalkozom, majd ezekre mind kitérünk, nem úszed meg egyiket sem. Tehát ezek hogy igyekszel arra, hogy ennyi sokféle dolgot integrálni tudj? Úgyhogy magát a helyzetet szokta belemezni. Tehát pontosan tudom, hogyha eljönnek a sajtóból, az ő dolguk az, hogy minél több kérdést feltegyenek. És nem az, hogy a többiekre tekintettel legyenek. Tehát ott nekem muszáj egyfajta keményebb karaktert hozni, tehát a saját bensőmben lévő keményebb oldalt hozni, egy határozottabbat, pont azért, hogy ne ők uralkodjanak rajtam, mert akkor nem én viszem a sajtótájékoztatót, hanem vagy senki, vagy rosszabb esetben valamelyik sajtós a maga szája ízlése szerint. Igen, ez azért mosolyogtam kezembe, mondtad, hogy kaptunk olyan kommentet, hogy ott úgy álltál a sajtótájékoztató, mint az Erdoğannak a testőre lennél, ugye, és ezen jót mosolyogtunk, mert aki ismert téged, hát nagyon sok dolog lehet, hogy eszünkbe jut veled kapcsolatban, de az, hogy te egy testőr vagy, és aztán megnéztem, és tényleg olyan keményen álltál ott, és azért a sajtó munkatársakat, hogy mondjam, rendben kezelted, uh-huh. vagy rendben tartottad. Szóval akkor ez ott a számodra egy olyan szituáció volt, amiben azt érezted, hogy ugyanúgy te önmagad vagy, csak most a szituációban egy másik, a karakterednek egy másik aspektusát mutatod meg? Sőt, teljes mértékben magam voltam, hát szerintem minden ember jobb esetben átmegy egy fejlődési cikluson. Tehát amikor a tini korszakot elérjük, és ott van már említett hormon túltengés, az a fajta szélsőség, hogy fekete-fehérben döntök még, fekete-fehérben látom a világot, és picit agresszívabban élem meg önmagam, ez most igaz szerintem minden emberre, abból hogyan jut el egy ember a saját fejlődésén keresztül oda, hogy ezt is tudja kezelni, de nem éli meg később bűntudatként, viszont megfelelő pillanatban ugyanúgy elő tudja hozni, hisz tudja, hogy benne van. Mm. Tehát igazából én csak ezt próbáltam magamból ugyanúgy kihozni, és már így akkor rád reflektálva, így még a 2RK-n belül a közösség ezt az oldalmat nem biztos, hogy látta, mert még nem volt ilyen szituáció. Szóval a legelső sajtótájékoztató volt talán az a szituáció, amikor meg tudtam azt az oldalamat is mutatni, ami ugyanúgy ott van, csak ugye eddig nem volt rá szükség. Mm. Ugye itt a legelején ezzel a szerb hadsereges sztorival kezdtem, és úgy talán nem mindenki számára egyértelmű az, hogy hogyan lehetsz te egyáltalán a szerb hadsereg állományában nyilvántartva, hát úgy, hogy te délvidékről származol. Hány évesen költöztetek át az anyaországba? Én költöztem át egyedül, uh-huh. 19 éves koromban Békés Csabára. Uh-huh. Az volt a nagy álmom, hogy színész leszek, vagy politikus, tehát ez a kettő közül vaciláltam. Szokták mondani, hogy a kettő között azért vannak közös meccetek. Igen. Bár szerencsére azért én azt látom, hogy ez ránk legalábbis nem igaz. Akkor jöttem 19 évesen, úgyhogy senkit nem ismertem, uh-huh. de mindig is azt kaptam a családomtól, hogy amiben hiszek, azért menjek és tegyek. Uh-huh. És Békés Csabán, akkor most ezzel a korodat fogjuk kideríteni, de nem a te esetedben ezzel nincs probléma. Békés Csabán hány éve élsz? Hát lassan 16. És tudsz már kolbászt tölteni? Életemben nem voltam még. Tehát nekem a disznóvágásról van egy nagyon negatív élményem. 8 éves koromban nagymamáméknál aludtam, és én nem tudtam, hogy disznóvágás lesz kora reggel, csak hallottam, felébredtem, hogy valami motoszkálás van kinn, és ahogy kinyitottam az ajtót, egy ilyen vér
ömlesztés folyt a lábam alatt, balra néztem, és éppen vágtak fel egy halott állatot, és az egész nekem olyan szürreális volt, hogy erre nem készítettek fel, vagy nem szóltak, hogy nekem ott egy életre szerintem elment a disznóvágástól a kedvem. A húsevéstől is? Akkor már tegyük ezt tisztába. Attól nem. Hát odáig nem jutottál el. Odáig a trauma nem terjedt, de látod, a sohát nem mond ki, még a végén az is lehet, hogy egyszer a Csabai Kolbász Fesztiválon én is megjelenek. Azt hittem, azt fogom, hogy nem fogsz enni hús, de akkor inkább itt a másik irányba. Nem, inkább akkor visszaterelem magam, hogy még inkább autentikus Csabainak érezzem magam, bár azt gondolom, hogy... Csabainak érzed már magad? Jó értelemben tudom azt mondani, hogy félig. Uh-huh. Tehát mivel az életem több mint felét, még mindig, ugye Szerbiában, délvidéken töltöttem, 15-6 évet már Békés Csabán, így azt tudom mondani, hogy a közösséget megismerve már nagyon a magaménak tudom érezni azt a várost, meg az egész országot, de mindig ott lesz az emberben az, ahonnan jött az a mentalitás. A délvidéken is, ahonnan származol, ugye együtt kellett élni különféle kisebbségeknek, és ugye ilyen értelemben Békés Csaba is egy hasonló település, ahol komoly szlovák kisebbség él, ha jól tudom. Igen. Ugye? Ez a te délvidékiséged Békés Csabán jelentette ez ügyben bármit is? Tehát, hogy az ottani, amennyire én tudom, nagyon jó a magyar-szlovák viszony, és hogy ez akár ilyen értelemben példamutató is lehet itt a régióban. Amit ott láttál Békés Csabán, az hogyan hatott rád ebben a tekintetben? Mert talán a délvidéken ez nem volt mindig elmondható, hogy a magyar-szerb viszony olyan rózsás lenne. Sőt, pont az én tini koromban volt nagyon rossz a viszony, tehát kimondottan rossznak mondható. Akkor vertek meg nagyon sok magyart, köztük osztálytársamat is. Tehát nagyon, nagyon nehéz volt ott kiállni a magyarságod mellett, úgy, hogy az ne legyen egy visszás dolog se magadnak, se a másik szemében sem. Ellenben Békés Csabán pedig egy teljesen harmonikus közösségi együttlétet láttam. Amit ott kaptam, az a befogadás volt, és csak nagyon-nagyon kevés atrocitás még ott a legelején. Uh-huh. Ugye mondtuk, hogy coach vagy. Uh-huh. Most országos szóvivő vagy a 2RK-nál. Színészettel is foglalkozol, vagy foglalkoztál, rádiós is vagy, és táncolsz, vagy táncot tanítasz, igen, jól tudom. Igen. Most nem kérem, hogy táncolj is, bizonyítsd ezt az utolsót. Köszönöm. Azt meghagyjuk más politikusoknak a tánc élményt. A tánc az hobbi a te életedben, vagy milyen szerepet tölt be? Mert ugye én amennyire sokszor van az, hogy ne haragudjatok, srácok, mennem kell vissza Csabára, mert táncórán van. Tehát látom, hogy ez neked azért fontos az életedben, és ezért kérdezem. Fontos. 6 éves korom óta táncolok, és amikor átjöttem Magyarországra, azt mondtam magamnak, hogy hát én szinte bármiből élnék majd, csak ne táncból. Mert? És hát, mert azt éreztem, hogy úgy nagyon elég volt. Tehát 6 éves kortól 19 éves korig megállás nélkül tánc egy kicsit úgy csömöröm lett, elegem lett, és még ugye a színházban is nagyon sokszor táncolni kellett. Ehhez képest, amikor a színházat otthagytam, akkor hát mihez nyúl az ember, amihez nagyon ért, legalábbis amiben van jártassága, és elkezdtem táncot oktatni. Az elején még úgy indult, hogy hát ez egy-két éves történet lesz, egy kis intermezzo, amíg összeszedem magam, és annyira nem is a tánc szeretete tartott ott, sőt, ezt kimerem mondani, hogy nem a tánc szeretete, hanem az emberek szeretete. Tehát egy olyan közösséget tudtam ott felépíteni, ami nem csak az én érdemem, hanem magának a közösségnek az érdeme, amiben nagyon jó érzés menni, jó érzés egymásnak ugyanúgy segíteni, ők is segítenek egymásnak, szoktunk beszélgetni, tehát maga az élmény inkább egy közösségi élmény, mint maga a tánc, és ez nem azt jelenti, hogy nem tartom meg a táncórát, megtartom, de előtte, utána van egy kis beszélgetés, vagy később elmegyünk közösen bulizni. Úgyhogy az embereket szerettem meg nagyon, és immáron 11 éve van táncot. Milyen táncot oktatsz? Zumba. Zumbát? Zumba, igen. Miért zumbá? Miért zumbát? Hát amikor gondolkodtam, hogy mit kellene csinálni a színház helyett, akkor az egyik ismerősöm mondta, hogy hát most nagyon fut ez a zumba. Hát én megnéztem két videót a YouTube-on, láttam, hogy jó, hát ezért ez menne. Oké, a pénzem nagy részét elköltöttem képzésre,
megkaptam a képzést, elindítottuk akkor még az egyik ismerősömmel az órát, és legelső alkalommal 36 ember ott volt, jól érezték magukat. Úgy éreztem, hogy hát akkor ez nem lehetett olyan rossz választás, viszont az ismerősöm, a nagyon jó barátom mondta akkor azt, hogy figyelj, csak nyúlj ahhoz, amit tudsz, amiben jó vagy, és majd később kideríted, hogy mit szeretnél még mellette csinálni, de most menj biztosra. Biztosra mentem, jó döntés volt, és a mai napig nem bántam meg. Közösségépítés, coaching, ugye itt az összes dolog, ami körülvesz téged, akár a szóvivőség is, a sajtókezelése is, ez mindig egy ilyen kis pszichodráma történet, vagy egy ilyen kis mentális játék, és ugye téged nagyon érdekel a mentális egészség. Több olyan videót osztottál meg különféle ilyen platformokon, ami mentális egészségről szól. Politikában azért ez nem egy bevett téma. Általában én amennyire érzékelem, a pártok kerülik a mentális egészség kérdését. De miért tartott fontosnak, hogy a 2RK ezzel foglalkozzon? Hát egyrészt a saját életem tapasztalatából az összes közösségben, hogyha jobban kellett, hogy működjön, vagy jól működött egy közösség, az a mentál higiénés állapotnak volt köszönhető. Tehát így akkor még ezt nem tudtam így behatárolni, de így utólag látom, hogy vagy nagyon jól voltunk, vagy ha nem voltunk jól, akkor egymásnak próbáltunk abban segíteni, hogy jobban legyünk. És azt láttam az országon is, hogy az emberek frusztráltak, majd, hogy nem bárhova megyek, nem azt állítom, hogy mindenhol frusztráltak az emberek, de szerintem nagyon sok helyen. És anélkül, hogy egy kicsit a mentálhigiénés állapotunkon ne javítanánk, anélkül szerintem nagyon nehéz elérni azt, amit nagyon sok ember szeretne, egy biztonságos, élhető, önszerveződő országot, ahhoz nagyon kell tudni, hogy mitől leszek jobban, tenni azért, hogy jobban legyek, viszont azt gondolom, hogy ez nem működhet úgy, hogy elvárjuk az emberektől, hogy olvassanak el egy könyvet, nézzenek meg egy 10 perces videót, és akkor majd ők nagyon jól lesznek. Ehhez képezni kell őket, akár már óvodáskortól, ahhoz el kell érni azt, hogy ezt fontosnak tartsák egyáltalán, és hogy értsék meg a jelentőségét. Mert én azt láttam, és most is a táncos csoportomat ide tudom hozni, hogy többen néha nem azért jönnek el, mert most alakot akarnak formálni, vagy egy újabb tánclépést megtanulni, egyszerűen jól akarják érezni magukat, vagy ők úgy érzik, hogy ott, az órámon le tudják adni a feszültséget, ami felgyűlöm lett mondjuk 5 nap alatt. És úgy mennek el, hogy fú, de jó, hogy könnyebben kezdem majd a hétfőt. Tehát nekem minden tapasztalás, de legalábbis a legtöbb az azt mutatja, hogy enélkül nagyon nehéz egy erős és jól levő országot építeni. És amikor túl vagyunk egy, nem tudom, 2 éves Covid járványon, meg bezártságon, de aztán alig, hogy véget ér, vagy véget se ér, kitör a háború, ennek nyomán mindenféle politikai viták, ennek nyomán mindenféle gazdasági problémák, válság, infláció, egyre kevesebb belső fogyasztás, egyre szorosabb a pénztárca, vagy a családi költségvetés, szóval ilyen helyzetben nem érzed ezt luxusnak, vagy lehetetlennek, vagy jön egy párt, amelyik a helyet, hogy erre koncentrálna, elkezd beszélni, emellett a mentális egészségről. Ez nem szereptévesztés szerinted a 2RK részéről? Szerintem ez az alap. Tehát hozzám, amikor eljön egy kliens, és megtapasztalja azt a pillanatot, amikor felteszi a kérdést önmagának, hogy na jó, akkor mit csináljak másképp, akkor érkezett el oda, ahonnan el tud indulni egy sokkal jobb élet felé. Tehát addig, amíg az ember, vagy akkor most beszéljünk a társadalomról, nem mondja azt, hogy jó, rendben, nagyon sok minden rossz a rendszerben, vagy meg kellene változtatni a rendszert, de az nem azt jelenti, hogy velünk is minden rendben van, és tökéletesek vagyunk, hisz valakik oda tették azt a rendszert, valamiért fennmarad ez a rendszer, és ezek mi vagyunk emberek. És hogyha ezt szeretnénk megváltoztatni, akkor szerintem pont, hogy az alapoktól kellene kezdeni, és az alap maga az, hogy maga az egyén legyen jól, és mondja azt, hogy jó, rendben, mit tudok azért tenni, vagy mit kellene azért tennem, hogy egy kicsit jobban legyek. És hogy mi ezt képviseljük, legalábbis egy nagyon fontos ügy e tekintetben szerintem a 0. pont.